A pontos idő 8 óra ez a híradó az M1-en, Ferenc vagyok, jó reggelt, kívánok! Szilveszter van az év utolsó napja, ami egy év kihagyás után újra olyan lehet, mint amilyet korábban megszoktunk. Tavaly a korlátozások miatt ugyanis nem lehetett az utcán bulizni, idén ez már nem tilos. Újra dudaszótól lesznek hangosak a települések, és persze előkerülnek majd a tűzi játékok is. Sokan elutaznak az év utolsó napján rokonokhoz, barátokhoz, mások szállodában vagy wellness központban búcsúztatják az óévet. A foglalásokból az látszik, hogy nagy lesz a forgalom a vendéglátóhelyeken. Hivatalosan ma lehet felhasználni a szilveszterre vásárolt tűzijátékokat. Este 6 órától holnap reggel 6-ig van erre lehetőség. A rendőrség azt kéri, hogy mindenki csak engedéllyel rendelkező árusító helyen vegye meg a pirotechnikai eszközöket, és tartsa be a használati utasításokat. Petárdázni továbbra is tilos. A hibás vagy fel nem használt tűzijátékokat január 1 -e és 5-e között vissza kell vinni a kereskedőnek, aki köteles ezeket visszavenni. A mentők szokás szerint megerősített szolgálattal készülnek, minden évben okoznak balesetet a tűzijátékok és a petárdák, pedig petárdázni tilos. Szilveszterkor átlagosan 3000 riasztást kapnak, a legtöbbször a túlzott alkoholfogyasztás miatt hívják a mentőket, ilyenkor a kiózanítóba is az átlagosnál több ember kerül. A rendőrök is fokozott készültségben lesznek ma éjjel, elsősorban az ittas vagy bódult sofőröket próbálják majd kiszűrni. Változnak a menetrendek szilveszterkor és újévkor, mivel ilyenkor a szokottnál is többen szállnak vonatra, a MÁV azt kéri, hogy mindenki időben tervezze meg utazását, indulás előtt pedig tájékozódjon az aktuális menetrendről. A várható nagy forgalom miatt a csúcsidőben közlekedő szerelvényekhez több kocsit kapcsolnak. A volánbusz menetrendje is változik, érdemes ennek is még indulás előtt utána nézni. Új napján ugyanis több járat nem vagy a megszokottól eltérő időpontban közlekedik. Az év utolsó napján változik a boltok nyitvatartása és a nagyobb üzletek délutánig nyitva lesznek, de van olyan hipermarket, ahol este hatig lehet vásárolni. Ilyenkor mindig nagy a forgalom, főleg az élelmiszerüzletekben. Sokan veszik meg ugyanis az utolsó pillanatban a hozzávalókat a szilveszteri menühöz. Január 1-én szombaton a boltok többsége zárva lesz. Az ügyeletes gyógyszertárak és a benzinkutak mellett a kisebb üzletek is nyitva lehetnek, de csak akkor, ha a tulajdonos vagy a családtagja állapult mögött. Vasárnaptól viszont újra a megszokott időben várják a boltok a vásárlókat. Az év utolsó napján is országszerte várja a véradókat a Magyar Vöröskereszt. Az ünnepi időszakban ugyanolyan fontos a vérkészlet fenntartása, ám az önkénteseket nehezebb elérni, ezért is buzdítanak mindenkit véradásra. Bárki segíthet, aki egészséges, nagykorú, de még nincs 65 éves. A helyszíneket a véradás.hu oldalon lehet megtalálni. Ilyenkor mindenki szabadságon van, kipihenni a karácsony fáradalmait, illetve rákészülnek a, az újévi ünnepekre. Nagyon nehéz ö, ilyenkor a véradás szervezés. Egyrészt ö, kevés helyszín van nyitva, akik a véradásokat befogadhatják, másrészt nagyon nehéz elérni a véradókat. Ma félig lehet kitölteni a februári adóvisszatérítéshez szükséges nyilatkozatot, ezt azoknak a szülőknek kell megtenni, akiknek jár családi pótlék, de nem ők kapják évközben a pénzt, hanem például a házastársuk. A pénztől azok sem esnek el, akik elmulasztják a határidőt, de ők csak február után juthatnak hozzá nekik járó összeghez. Az adóvisszatérítésről szóló kormánydöntés csak nem két millió szülőt érint azokat a családokat segítjük meg, akik 2021 során a legnagyobb terheket viselték, ezért az általuk befezetett adót, az esziát visszaadjuk a családoknak. Tehát nem beruházásokra, nem, nem általános intézkedésekre költjük, hanem a családoknak fogjuk visszatéríteni, ami egyébként Magyarországon is és az Unióban is egy egyedüli intézkedés, sőt világszinten sem nagyon van párja annak, hogy egy ilyen nagy horderejű 600 milliárd forintos adó visszatérítése sor kerüljön. A szép kártya minden alszámlájáról lehet hideg élelmiszert vásárolni jövőre február 1 -e és május 31-e között. Erre hívja fel a figyelmet a kormány. Emlékeztetnek, hogy erre azért van lehetőség, mert továbbra is átjárhatóak a szálláshely, a vendéglátás és a szabadidőzsebek. Azt is írták, hogy bár legfeljebb évi 150 ezer forint utalható a vendéglátás alszámlára, ez nem jelenti azt, hogy csak ennyit lehet hideg élelmiszerre költeni. A szép újonnan és korábban utalt összegeket egyaránt fel lehet használni. A két oldalú kapcsolatok fejlesztésében elért eredményekért, barátságért kitüntetést vehetett át Szijjártó Péter, Szergej Lavrov orosz külügyminisztertől Moszkvába. A magyar külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán arról írt, büszke rá, hogy az elmúlt évek kedvezőtlen globális folyamatai ellenére sikerült a nemzeti érdekeknek megfelelő kölcsönös bizalmon alapuló együttműködést kialakítani Oroszországgal. Szijjártó Péter kiemelte, „Az Sputnik oltóanyagokkal tudtuk tavasszal felgyorsítani az oltási kampányt. A szeptember végén megkötött gázvásárlási megállapodás pedig garantálja hazánk energiabiztonságát. Még a baloldali szavazótábort is elbizonytalanítják Márki Zaj Péter megnyilvánulásai, erről beszélt az M1-en a Nézőpont intézet elemzője. Rötyis Bálint szerint emiatt egyre többen vannak a baloldalon, akik vereségre készülnek. Közben az Origo felidézte, hogy Márk Péter többször is sértegette az illegális bevándorlást elutasító magyarokat, ő maga pedig kívánatosnak tartja a migrációt. Gyurcsány Ferenc DK elnök mellett Márkizai Péter a migráció egyik leglelkesebb támogatója a magyar politikában, írta csütörtöki számában az Origo a MediaWorks hírcentrum összeállítására hivatkozva. Alap arra emlékeztet a baloldali miniszterelnök előtt programjával kapcsolatban, hogy számára milyen fontos a bevándorlók kényelme. Egy az ellenzéki pártokhoz kötődő influencernek például nyáron azt mondta: Azok az emberek, akik ide érkeznek hozzánk a Kárpát-medencébe, ebbe a kis országba, érezzék jól magukat. Szerint a migránsok egy-két generáció alatt magyarra fognak válni. Egy családi kirándulásról készült videójában pedig azon sajnálkozott néhány éve, hogy Brüsszel nem elég aktív a gazdasági bevándorlók integrációját illetően. Ezért szerinte Magyarország feladata kell legyen, hogy egy befogadó társadalommá váljon. Nekünk az a fontos, hogy egy befogadó, szeretettel és társadalom legyünk, ahol ezek az emberek magyarrá válnak legkésőbb egy-két generáció múlva. Az ellenzéki politikus 2018-as hódmezővásárhelyi polgármester jelölti kampányában egy lakossági fórumán azt is mondta, a kormány csak hergeli a magyar lakosságot a tömeges bevándorlókkal szemben. A migránsoktól szerinte nem kell félni. A legnagyobb veszélyt én nem abban látom, hogy itt tömegével jönnének a migránsok, hál' Istennek nem ismerek senkit, akit vártottak volna a dk Kálmán által két éve írt Márkizai Péterről szóló Szeretemország című könyvben a hódmezővásárhelyi polgármester azt fejtegette, hogy amíg Magyarország az Európai Unió tagja, addig a kormány nem tudja megakadályozni a hazánkba irányuló migrációt, és így a mohamedán vallású bevándorlók beáramlását is el kell tűrnünk. Ez az mint a migráció. Ezzel meg lehet nyerni egy választást. De nem csak a magyar kormányt támadta a következetes migrációs politikája miatt, hanem azokat az állampolgárokat is, akik ellenzik az illegális bevándorlást. Egy fórumon sötétben tartott, trágyával etetett gombákhoz hasonlította őket. Addig, amíg az embereket sötétben tartjuk, és trágyával etetjük, ahogy mondják Amerikában, hogy úgy tartanak, mint a gombát. Sötétben tartanak, és trágyával táplálnak. Addig, amíg a választókat úgy tartjuk, mint a gombát, addig a is a migránsodással és a többével lehet választást nyerni. Nincs tisztában a saját helyzetével, vagy legalábbis nem találja azokat a témákat, amikkel érdemben ezt a feladatát el tudná látni. Már Kizai Péter olyan ügyeket vissza baloldal közös miniszterelnök jelöltjeként, amelyek nem csak a jobb oldalt idegenítik el, de még a baloldali szavazótábort is elbizonytalanítják fogalmazott az M1-en Bálint. A nézőpont intézet elemzője hozzátette, a miniszterelnök jelölt kijelentései miatt elvesztette az összhangot saját elf barátaival is. Gyakorlatilag a baloldal egy csapdahelyzetbe kormányozta magát, és ebből a szorult csapdahelyzetből kell nekik most a lehető legjobbat kihozni. Talán nem véletlen, hogy egyre többen vannak a baloldalon, akik már egy esetleges vereségre készülnek, azzal a tudattal próbálják magukat pozícionálni, hogy egy esetleges vereséget hogyan tudnának politikai értelemben túlélni. Az előválasztás óta lankadni látszik az ellenzék lendülete. Az októberben kimutatott holt verseny után, decemberben a teljes szavazókorú népesség körében 5%-pontnyi a Fidesz előnye, derül ki a medián legfrissebb kutatásából. A szavazókorú népesség 63%-a arra számít, hogy újra a Fidesz nyeri a választást, még az ellenzéki listát támogatók 32%-a is így gondolja. A baloldal továbbra is támogatja a bevándorlást, és Brüsszel kérésének elegettéve legalizálni akarja az illegális migrációt. Erről beszélte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István kijelentette, a kormánya jövőben sem enged az Európai Unió és a magyar baloldal nyomásának, hiszen a magyarok népszavazáson nyilvánították ki, hogy meg kell védeni Magyarországot a migrációtól és az azzal járó veszélyektől. A baloldal kiválasztott miniszterelnök jelöltje többször is támadta a kormány, illetve a Fidesz-KDNP bevándorlás ellenes politikáját. Sőt, még ennél tovább is ment, hiszen azokat a magyar vidéki embereket, akik ellenzik a bevándorlást, egyszerű tudatlan és ostova embernek nevezte. A 2006-os eseményeket bemutató film lett a legnézettebb magyar film idén, már több mint 130 ezeren látták a mozikban írta az origo.hu a megafilm közleménye alapján. A cikkben azt is írták, az óriási siker abból is látszik, hogy a film média megjelenéseinek száma csak nem 5000, ebbe beletartoznak az újságcikkek, a tudósítások és a reakciók. A közlemény kitér arra is, hogy az alkotás pro és kontra a legtöbb indulatot véleményt kiváltó film volt, amiről még azoknak is van markáns véleményük, akik nem látták.